Még a nyár elején a németországi Ingolstadtban rajtolt el a nemzetközi Dunatúra, a Tour International Danubien 59. évfolyama. A világ egyik legrégibb és legjelentősebb vízitúrájának ösztávja 2482 folyami kilométer tesz ki. Komárom az első évfolyamtól kezdve a vízitúra egyik táborhelye, ahová ilyenkor fokozatosan érkeznek meg és táboroznak le a résztvevők. Az utolsó néhány kilométert bizony árellenében evezve kell megtenniük a Vágfolyón, a kajakkenu központnál lévő táborhelyig. A Dunatúra szlovákiai szakaszának felelőse Bárány István többek között elmondta, hogy Pozsonytól a színesnek mondható mezőnyt német, osztrák, magyar, szerb, bulgár, román, cseh, de még amerikai, brit, svájci és izraeli vízituristák is alkották. Az említett nemzetek több mint 100 fő csoportjához Pozsonyban 52 szlovák evező csatlakozott. Pozsonyban és a bősi táborhelyen is megvendégelték a résztvevőket, és persze nálunk, Komáromban is, ahol a nemzetközi csoportok vezetőivel szívélyesen elbeszélgetett városunk polgármestere Anton Marek, valamint Ludovit Gráfel elöljáró és Pavol Martincsek, a járási turista szövetség elnöke. A vízituristák már a szerbiai Dunaszakaszon eveznek, közeledve a célállomás a romániai Szent Giorgio felé.